Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ez most egy relatíven rövid adventi kalendáriumos videó lesz, ugyanis konkrétan 5 terméket tartalmazó naptárat fogunk kibontani, ami azért nem is adventi kalendárium, mert ez 27-től 31-ig van, szóval ez egy ilyen szilveszteri kis mini naptár a Catrice-től, New Year's Eve Countdown Box, ez a hivatalos neve, szóval ilyen szilveszteri visszaszámolós box. Nem tudom, hogy mik vannak benne, direkt nem olvastam el, képet sem néztem, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, a dizájnja nagyon tetszik. Ha jól emlékszem, 20 euró körül volt, de gyors meggooglizom, mert lehet, hogy valamivel olcsóbb. Igen, a Flaconi oldalán 19 euróba kerül, ezt be is fogom nektek linkelni az infoboxba. Szóval nem egy drága naptár, viszont csak 5 termék van benne. Ha leszámoljuk, akkor körülbelül 4 euróra jön ki pro termék. Kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek benne, ha titeket is érdekel, akkor tartsatok velem. A dizájnról egész röviden elmondhatjuk, hogy szerintem nagyon csini, tök jó pofa. A minősége az, hát olyan semmilyen, egy nagyon extra vékony kis papírban vannak a dobozok, de hát ezt nem is kell december 1-től egészen karácsonyig tárolnunk valahol, szóval ez pár nap is, hát üres. Na kezdjük is a 27. dobozzal, ami eléggé nehéz, szóval ebben szerintem nem egy smink termék lesz. Ez egy Deep Cleansing Oil, szóval egy mélyen tisztító olaj, E-vitaminnal parfümmentes, 30 ml-es, és ez talán egy valamilyen külön kiadás, mert rá is van írva, hogy ez a szilveszteri visszaszámlálós box terméke. Azt írja, hogy ez tisztítja a bőrt, 3 cseppet kell rávinni a nedvesített bőrre, aztán langyos vízzel le kell mosni, ennyi. Nagyon cuki kis üveg, csak szerintem most meg is szagolom, hogy milyen az illata. Érdekes. Kicsit olyan étolajos. Valamiért ilyen növényi illatra számítottam, de nem rossz, viszont nincs is egy túl jó illata. Mondjuk írja is, hogy parfümmentes, szóval igen, én vagyok a hülye. Ezt is, mint a NYX adventi naptárat megtartom, mert hogyha van benne olyan, amit úgy érzek, hogy nem tartanék meg, mint például ez a tisztító olaj, mert nem használok ilyet, akkor azt megint felrakom az eBay oldalamra, az infoboxba, hogyha nem felejtem el, akkor lerakom az eBay-es linkemet, ha bármi van, amit meg szeretnétek tőlem olcsón természetesen vásárolni, akkor ott megtaláljátok, és akkor írjatok rám. 28-án valamilyen tégelyes termék van, szóval ez sem make-up, ez egy pórus tisztító maszk, talán 1%-os BHA tartalmú, 15 ml-es, és hát nem ír róla semmit. Azt írja, hogy kell használni, azt nézzem meg a kartonon, de nem volt kartonban, ezen meg nincs semmi, szóval... Amúgy egész aranyos az üvegcse, viszont műanyag. Az üveg az azért úgy menőbb, de nem baj. Na ez biztos, hogy megtartom, imádom a szem alatti maszkokat. Ez egy energiát adó boost hidrogél szemmaszk. Azt írja, hogy ginzeng és koffein van benne, és hogy az ilyen kis pufi szemtáskákat hát így eltünteti, hidratálja, energizálja és revitalizálja. Vegán és parfümmentes ez is. 30-án egy jó nagy doboz van, és relatíve nehéz is. Ez meg mi? New Year's Eve Countdown Box. Oké, szóval ez is ehhez a dobozhoz tartozik. Rózsakvarc arc gua sha. Na nézzük először a leírást. Azt írja, hogy ez egy ilyen kézi anti-stressz arc masszírozó kő rózsakvarcból, és hogy ez optikailag minimálja a duzzanatokat, a ráncokat, és egy ilyen szép külsőt ad. Tisztított száraz bőre is lehet használni, illetve úgy is használhatod, hogy már rajta van egy szérum az arcodon, vagy akár a mindennapos arckrémed. Nagyon csini. Mondjuk lehetne egy
picit több rózsaszín benne, akkor még jobban tetszem, de így is tök jó. Ezt még nem tudom, hogy megtartom-e. Felrakom, aztán, hogyha senki nem veszi meg, akkor megtartom. Szerintem így fogom csinálni, mert nagyon-nagyon szép. És ilyenre egyáltalán nem számítottam amúgy a Catrice-től. És elérkeztünk a 31. dobozhoz, mert kíváncsi vagyok, és ez sem smink. Jó, hát ezek szerint ez nem egy sminkes naptár, nem inkább ilyen beauty. Ez pedig egy védő multibalzsam lip cushion, az a neve. Ebben kender, mag, olaj és kókuszolaj van. A 10-es Hug Your Lips termék 15 ml-es, és azt írja, hogy ez egy ilyen multifunkciós balzsam, mindenféle olajokkal, E-vitaminnal, és ez a száraz, cserepedezett ajkakra van, és egyéb bőr területekre, szóval ez nem csak egy ajakápoló, hanem arcra, kézre, igazából ahol épp nagyon száraz a bőröd. Hát ennyi lett volna, ez tényleg, mint mondtam, egy rövid videó. Annyira nem tudom ezt sem értékelni, hát oké, öt termékből mondjuk, mit tudom én, három van, amit úgy megtartanék, egyet mindenképp, és kettőt úgy talán. Szóval azt majd még eldöntöm. Szóval nem egy rossz arány, viszont egy kicsikét drágálom személy szerint, de ezen elmegy, szerintem elmegy kategória. Nyugodtan írjátok meg ti is a véleményeteket, hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem lennél feliratkozva, és legközelebb újra találkozunk, és nem tudom, hogy miért kezdtem el dölöngélni. Sziasztok!